Több mint 100-an kísérték utolsó útjára Laux Józsefet, az Omega és az LGT egykori dobosát. A búcsúztatáson egykori zenésztársai, köztük Presser Gábor, Kóbor János, Horváth Csárli és Bródi János is részt vettek. Laux József 2 hete halt meg, 73 éves volt. Néhány hete Somló Tamás temetésén még a gyászolók között tűnt fel Laux József, az Omega és az LGT egykori dobosa. Az óbudai temetőben azonban tőle búcsúztak egykori kollégái és tisztelői. Presser Gáborral mindkét együttesben együtt zenélt, de az Omegából mások mellett Kóbor János, Mihály Tamás és Benkő László is elbúcsúzott tőle. Az LGT-ből Karácsony János és Solti János vett részt a szertartáson. A gyászoló család és a barátok mellett az Illés együttesből Bródi János, a Miniből pedig Török Ádám is elkísérte utolsó útjára Laux Józsefet. Az LGT alapítója Fren Reisz Károly, valamint Horváth Csárli és Adam is Anna is a gyászolók között volt, mielőtt az augusztus 6-án szívbetegségben elhunyt dobos hambait a halottas kocsiban elhelyezték. Laux József 1943-ban született. Az Omega és az LGT alapító tagjai közé tartozott. 1976-ban az Egyesült Államokban folytatta pályafutását, ahol többek között Brian Adams-szel, Chick Corea-val és Frank Zappával is együtt dolgozott. Először 10 évvel később, 1986-ban térhetett haza Magyarországra. A 2 hete elhunyt zenészt római katolikus szertartás szerint búcsúztatta a gyászoló családja előtt Marton Zoltán László, a Szent István Bazilika káplánja. Laux József 73 éves volt.